Közel 100-an gyűltek össze hétfő délután az újvárosi temetőben, hogy fejet hajtsanak az 1956-os forradalom és szabadságharc ártatlan győri áldozatai előtt. Máté Máriát, Halász Ödönt és Szabó Bélát október 25-én a győri börtönnél célzott lövésekkel gyilkolták meg. Az emlékezők a mindössze 20 évet élt Máté Mária sírjánál tisztelegtek a fiatal áldozatok előtt, ahol dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő idézte fel a magyarok szabadságért vívott harcait. Azt is megtanulhattuk, hogy ezek a szabadságküzdelmek sohasem hiába valók, hiszen idővel mégiscsak mi kerekedtünk felül. Mégiscsak le tudtuk gyűrni azokat a birodalmakat, amelyek az évszázadok során rátelepedtek a nyakunkra, még ha nem is azonnal, közvetlenül a forradalom idején, de néhány évvel, évtizeddel később mégiscsak győzött a magyar igazság. Jó időben megtudtuk ezt, és jó előre megtanulhattuk ezt, hogy a magyar szabadság küzdelmeknek nem azonnali sikere van, de érdemes várni rá, mert előbb-utóbb valóban azok a célkitűzések, amelyeket a forradalmárok a zászlóikra tűztek, azok teljesülni tudnak. Így volt ez 1848-ban, és így volt ez 1956-ban is. A képviselő arról is beszélt, hogy a győri fiatalok, akiket aljas módon lőttek le október 25-én, a legdrágábbat, vagyis az életüket áldozták hazájukért és a szabadságért. Nők voltak azok, akik vérüket is adták a magyar forradalom első napjaiban, így Győr városában is, Magyarország függetlenségeért és szabadságáért. És úgy emlékezünk Máté Máriára, Halász Ödönre és Szabó Bélára, hogy tudjuk jól, hogy ők 18-20-26 éves fiatalok voltak akkor, amikor ez az esemény bekövetkezett, és nagyon hamar, nagyon gyorsan lezárult az ő életük, az ő életpályájuk, hiszen életüket adták Magyarországért, a hazáért és a szabadságért. De az, hogy mi ma itt állunk, az, hogy ma emlékezünk rájuk, az, hogy van itt közöttünk olyan Büki Lajos személyében is, aki végigélte ezeket a napokat, és látta, személyesen is résztvevője volt ezeknek a forradalmi cselekményeknek. Ez azt bizonyítja, hogy az az üzenet, amely Máté Mária, Halász Ödön és Szabó Béla halála nyomán köztünk van, az az üzenet az ma is itt van, és ma is érdemes rá fölhívni a figyelmet, és ez pedig az, hogy a magyar haza és a magyar szabadság sokaknak sok esetben előbbre való volt, mint a saját életük. Urunk Istenünk, Te láttad a hősöket az utcai sortüzek előtt, Te láttad szívüket is, tudsz és lemérsz mindent, ami megtöltötte e fiatal szíveket rövid életük folyamán. Dr. Lukácsi Zoltán plébános az elhunytak lelki üdvéért imádkozott, majd a résztvevők megkoszorúzták Máté Mária sírhelyét. Aztán a megemlékezés végén az áldozatok emléke előtt tisztelgők közösen vonultak át Szabó Béla sírjához, ahol ugyancsak fejet hajtottak.